Sziasztok, Peti vagyok, és ez egy. Uh, hát ez egy olyan videó lesz, amit uh, nem nagyon terveztem megcsinálni, sőt, eszembe se volt. Most szóltatok nekem, hogy uh, szerepeltem a ma esti tényekbe. Uh, hát uh, komolyabbra fogalmazva, az egyik videóm szerepelt a tényekbe, a nyílt ki ezt a naplót. Tudjátok, a nagyon sokan megnéztétek, kb. 150 ezeren. És hát szóltatok, hogy július 1 benne volt a tévébe, estébe, estébe, estébe. És én meg azt hittem, hogy, amik, hogy valami pozitív, és hát amikor visszanéztem magát az egész cikket a tévébe, akkor sajnos el kellett ő szomorodnom, mert ö, hát köszönöm szépen a kedves médiának, hogy megint ö, ö, egy témával kapcsolatban hülyeségeket állít. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, ez hülyeség. Tehát ö, ugye itt van, aki nem tudná esetleg, most elmondom, hogy erről a naplóról van szó. Ugye láttátok a, a naplós videómat. Nyit ki ezt a naplót. Én ezt a könyvet nagyon szeretem. Ö, most már eléggé felkapott lett. És amikor én megkaptam úgymond ajándékba ezt a könyvet, mert ezt, ezt ajándékba kaptam ráadásul, akkor én láttam benne egy videós, ö, ö, hát egy ilyen jó kis, egy, egy vicces videót, esetleg lehetne belőle csinálni, vagy esetleg többet. És ö, először is a könyvről szeretnék elmondani egy pár szót. A, a Nyílt Királyság az, az az tulajdonképpen, ha kinyitjuk az első oldalt, már látjuk azt, vagy már bele van írva, tehát itt van, tessék, meg is mutatom, vannak benne felsorolva dolgok, a legelején már le van írva, hogy mire készülhet fel, úgymond, aki megvette a naplót, hogy, 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 hogy esetleg a kreativitását fejtheti ki, meg, meg ilyesmi. A lényeg, hogy szabadon értelmezheted az utasításokat. Na már most a tévébe azt adták le, hogy ez a könyv agresszióra tanítja a fiatalokat. Mert hogy, mert hogy az én videómban ö, olyan dolgokat csináltam, amit a napló tulajdonképpen. Tehát szó, amit kért a napló, én azt tulajdonképpen szó szerint értelmeztem, és le, levágtam a földre a naplót, ö, rajz, össze ö, az egyik oldalt kitéptem, kidobtam a kukába, és ez mind benne volt a tévébe. És én azért nem örülök ennek a szereplésnek, egyrészt mert nem kérdezték meg, hogy benne lehetek-e. Jó, nyilván, hogyha a YouTube-ból indulunk ki, akkor YouTube se kérdezi meg, hogy ki meg, szóval jó, ebben nem megy bele, nem baj, hogy benne voltam. Én azt sajnálom, hogy rossz ö, fényt vetett ö, elsősorban rám, és elsősorban a naplóra, és elsősorban a, a, a srácokra, akik ugyanúgy szeretik ezt a naplót. Ö, nyilván én a szószoros értelmébe ott csináltam meg a feladatokat. Tehát minden szószoros értelmében megcsináltam, de nem, nem lett volna ez kötelező. Az, hogy én ezt tettem a naplómmal, az, azt, azt én tettem valaki, telerajzolja, valaki belerajzol, ez mondjuk emberfüggő. Most, ha valaki azt hiszi, hogy emiatt én agresszív ember vagyok, mert én ezt csináltam, mert ezt tartottam viccesnek, akkor hát el kell, hogy szomorítsam, nem vagyok agresszív ember egyáltalán nem vagyok agresszív ember, én is szeretek rajzolni, egyszerűen jó dolognak tartottam ezt megcsinálni. Másik ilyen, hogy gyújtogatni kell, meg ilyesmi, ilyenből, ilyenről is szó volt a tévében, hogy gyújtogatni kell a könyv. Én nem tudom, hogy a következő, meg kijött egyébként egy másik kötet, nem tudom, hogy a másik kötetben van olyan, hogy gyújtogatni kell be, de hogy ebbe biztos, hogy nincs olyan gyújtogatás. Tehát azt. <laughs> nekem csak ez az első van meg, de közben kijött már egy másik, amiben elvileg vannak még más feladatok, de hogy gyújtogatás ebben nincs. És euh, én nagyon sajnálom, hogy ez történt, megmondom őszintén. Euh, én csak egy tök normális, vicces videót akartam csinálni, és senkit nem akartam azzal buzdítani, hogy agresszív legyen, meg életemben nem tettem tönkre egy könyvet se, ezt sem szerettem volna, de hát na viccesnek tartottam. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy szóltatok, hogy benne voltam a tévében. Nem nagyon örülök, mondom neki, mert teljesen elferdítették őt. Tehát arról, arról miért nem tettek említés, hogy hogy ezt a, ez, a, ez, a, ez a könyv ez nem csak arról szól, hogy agresszívak legyünk, hanem ilyesmi. Videót nem fogok bevágni, mert biztos, hogy nem tetszene a, a médiának ha az én videómban az ő vid médiája. Na, szóval lényeg, hogy aki látta, az úgy is tudja, miről van szó. Szóval... Már most le akarom szögezni, hogy semmilyen agresszivitásra nem tanít a könyv senkit. Ez a könyv, aki megveszi, kemény 2300 forintért, nem azért veszi meg, hogy mondjuk ennyit nem muszáj tönkretenni, nem is erre akar megtanítani, hanem a kreativitásodat lehet kijelni, rengeteg feladat van benne, és úgy oldod meg, úgy ö, csinálod, ahogy akarod. Én így csináltam. De hogyha most a videómról van szó, a videó sem azért készült, hogy én agresszivitásra tanítsak bárkit. Nem embert ütöttem meg, nem bántottam senkinek a jogait. Jó, nyilván egy erős földre lecsapás volt a videóban, amit kért tőlem, hogy csináljak egy erős mozdulatot, én megtettem. De úgy látszik, hogy vicces videót sem lehet már csinálni, mert egyből jön az, hogy társra tanít bennünket egy átlagos napló. Úgyhogy elősen uh, gondolkodok azon, hogy letőlem azt a videót, mert ennek most nagyon rossz fénye van, és én nem akartam. Tehát így mi azt hittük, amikor elmentünk meccsen ezt a videót, hogy ez vicces lesz. Nem minden vicces. De attól függetlenül, hogy egy videóban ezt csinálta valaki, vagy videóban ezt csinálta, rengeteg másik ilyen videó van tudja a neten. Olyat is láttam, aki rajzol bele. Én is, én is rajzoltam bele. Én is rajzoltam bele, nem tudom hol van, Összetűztem meg ilyenek, ezek mondjuk nincsenek már meg a videóban megcsinálva, de színeztem, karikákat rajzoltam, az, hogy valahol egy vizé karcolt, karcoltam, hát most, ja meg igen, fa is gyűjtöttem. Itt van például egy fa levél, beleragasztottam, szóval nem érzem én azt, hogy ez annyira, annyira barátságtalan lenne. Mindegy, ennyit akartam mondani, köszönöm szépen nektek, hogy szóltatok, és hát én kiakadtam, megmondom őszintén pontosan azokat a részeket rakták bele a videómba, ami olyan agresszív, és ez nem csak a, nem a szállt a videóba pedig, hogy, hogy földre verem, egy például csináltunk, hajtogattunk hajót, meg megúsztattuk, repülőt dobáltunk, azokat miért nem tették be, azokat miért nem mutatták meg a tévében, miért csak azt mutatták, hogy ledobom meg, meg földhöz verem, Éh, Mindegy, srácok, Hát viccelődni se lehet már. Viccelődni se lehet már. Én nagyon sajnálom, hogy ez így alakult. Erre nem tudok mit mondani, srácok. Hát, sziasztok. Ne, tényleg, ez, ez, ez durva. Hát, sziasztok, és köszönöm, hogy szóltatok.